Sziasztok, Dara vagyok. Itt vagyunk Tatabányán a Roxyba. Először is nagyon köszönöm szépen az 1000 feliratkozót, így hát eljött a várva várt trükk ideje. Nos, remélem emlékszetek még az előző videómban, hogy milyen trükköt is mutattam igazából. Nos, hát akkor kezdjük el. Most csak el fogom magyarázni. Remélem tudjátok, hogy milyen trükköt mutattam. Nos, húztunk egy kártyát, vagyis a néző húzott egy kártyát, ez bármelyik lehetett. Nos, illik ennél a trükknél tudni, hogy nagyon sok trükkös fogás van ebbe a trükkbe. Ezt nagyon sok gyakorlás után el lehet sajátítani, de hát csak szorgosan majd. Na most, fogtunk egy kártyát, ez a Treff 8-as. Fogtuk a Treff 8-as, a néző szó találja meg, mivel most nincs nézőm, ezért én fogok megállni valahol. Mondjuk legyen itt, ebben még nincs trükk, és most jön a trükkös része, jön az első fogás. Akkor fogtam ezt a 8-ast, ide felülre raktam először is, és amikor a másik fele itt van az asztalon, utána természetesen annyit csináltam, hogy ha itt ebbe a kamerába nézünk, akkor itt fogtam egy kis hidat a hüvelykújammal, szóval egyetlen egy lapot így elválasztok így a többitől. Jól lehet látni. És amikor mutattam a kamerának, hogy itt a néző vagy először mutattam, hogy itt a néző választott lapja, ez a Treff 8-as. Fogtam a Treff 8-ast, felnyomom a középső és a gyűrűs ujjammal a Treff 8-ast, és ezt a kis hidat leválasztom innen, és szóval itt hagyom ezt a kis lapot, szóval dupla lap van itt. És rárakom a Treff 8-asat, de ezt a néző előről nem látja. Ez mindvégig a kártya mögött történik, nem erre fognak figyelni, hanem a 8-asra leginkább. Fogtam a 8-ast, letoltam szépen, és természetesen nem a Treff 8-as szúrtam el, hanem ezt az 5-öst. És akkor fogtam, elszúrtam le középre mondjuk a 8-ast, hogy elhiggye a néző, jó, oké. Egyszer megkevertem a kártyát, ugye el is lehetett emelgetni a kártyát, csak fontos az, hogy a 8-as mindvégig fellő legyen. Treff 8-as. Na most ilyenkor most jön a második trükkös fogás, amikor mondtam a nézőnek, hogy ki fogom tapogatni a kártyát. Mondjuk ez az a kártya, bármelyik lehet, tök mindegy, csak így hasamra ütök, szóval lehetett ez is, vagy ez is, vagy ez is, de most nekünk az kellett, tök mindegy melyik. Fogtam ezt a kártyát, és megkérdezem a nézőtől, hogy a kör király volt az? Néző nemet mond, mert természetesen nem a kör király volt az ő lapja. És akkor fogtam ezt a kör királyt, ide felülre raktam, és akkor most lehet jól figyelni, hogy fogtam itt egy kártyát, szóval a néző nem választott lapja, amire azt mondtam, hogy az övé, de az nem az volt. Utána fogtam még egy kártyát, az a néző lapja, a Treff 8-as, és fogtam egy harmadik kártyát, ez egy treffetes, most itt jelenleg, ha jól lehet látni. Szóval három lapot összefogtunk. Szóval idegen, szóval szélén, jobb szélén van a kör király, ami nem az övé volt, másik szélen a hetes, és középen meg az ő lapja. Na most. És akkor most jön a második trükkös fogás, amikor fogtunk ezt a három lapot, így egybe megfogjuk a két szélét itt a két indexén. Nagyon fontos, hogy itt fogjuk meg, mert ha innen fogjuk meg, akkor nem fog sikerülni a trükk soha az életbe. És hát sikerülhet, csak nagyon nehezen. Na most. Fogjuk itt ezt, és annyit csináltam ugye, hogy egyszer megráztam, és átváltozott hetessé. Ez úgy van, hogy egyszer a gyűrűs ujjammal így megforgattam így a kártyát. Így. Senkinek nem fog azt feltűnni, hogy itt hiányzik, hanem itt van ugyebár. Mert hogyha visszaforgatjuk, akkor itt a két indexnél van, de hogyha én gyorsan csinálom, akkor senkinek nem fog feltűnni. Ez a második trükkös fogás. Most természetesen úgy vagyunk, hogy itt a hetes és a néző választott lapja, a király meg már el van tüntetve, tök mindegy. Itt a néző nem választott lapja, és itt a 8-as. Na most. Megkérdezzük a nézőtől, amikor átváltoztattuk így, hogy ez volt a te lapod? Hát természetesen nem ment mondani. És akkor most jön a puszta kezes átváltoztatás. Ez is nagyon nehéz, ezt is nagyon sokat kell gyakorolni. Ez a harmadik fogás. Akkor fogtam a kártyát, és csak annyi fog történni, hogy a paklit, inkább innen mutatom, hogy a paklit lenyomtam így. Így egyszer. Így. Lehet látni, hogy itt a nézőválasztott lapja, de ez mind a kezünk által történik. Szóval fogtam, ezt így lenyomtam így egy kicsikét, szóval így. Szóval senkinek nem fog az feltűnni, hogy így feltoltam, szóval csak így. Utána fogtam, és lehúztam a néző lapját egy kicsikét így.
és utána meg már nyugodtan rá lehet tolni, és átváltozott 7-essé, vagy 8-essé, bocsánat. És akkor ez volt a nézőlapja. Még egyszer mutatom. Szóval letoltuk szépen. Szóval, hogy itt a 8-as látszódjon. De viszont könnyebben is lehet csinálni ezt a trükköt, mondjuk, hogyha ezt így feltoljuk egy kicsikét. És szóval ez történik, hogy lehúzom, felveszem, rátolom, letolom, és itt van. Szóval ez történik. Gyorsba igazából így történik, akinek már jól megy, hogy mondjuk fogjuk a 7-est, 1, 2, 3, átváltozott. És ugyanúgy, mondjuk nekem olyan jól megy, hogy már tényleg eltüntettem a 7-est. Már bocsánat. Na, igen, szóval így. Eddig értjük, szóval 1, 2, 3, így. Szóval feltoltuk, lehúztuk, kezünkbe elrejtjük a kártyát, feltoljuk, látjátok, már itt van felül, és letolom ebből az ujjam, vagy ebből is, tök mindegy, szóval ugyanaz. És akkor átváltoztattuk. Ez volt a harmadik fogás. Most jön a negyedik, mikor double lift-be, jól lehet látni, hogy nekem már a kis ujjam itt van, double lift-be fogom, ezt így ráteszem, és azt mondjuk, hogy a 8-est adjuk oda, persze, na az nem a 8-es, hanem a 7-est. Ide adtuk a 7-est. A 8-as, már 8-as adtuk a kezébe. Akkor fogtam, negyedik trükkös fogás, az az, amikor az első lapot, már mint a 8-ast, nézve választott lapját fogtunk, elemeltem egyszer, még egyszer, most természetesen ebből azt értük el, hogy az 8-as meg van fordulva a pakliba, jól lehet látni, a 8-as megfordult a pakli, és már csak egyet rá kell emelni. És így lesz a pakli közepébe megfordulva a lap. Most még egyszer utoljára megmutatom, fogtam így a 8-ast, tök minden mennyit emelünk le egyszer, másik felét elemeljük így, összetoljuk és áremeljük. És akkor mutatjuk a nézőnek, hogy egyetlen egy kártya megfordult, és akkor ez melyik az alap? Mivel a 8-as elméletileg a kezébe van, de az nem a 8-as, és akkor mondjuk, ami egyszer visszaváltozik, az ismét vissza fog változni. Most hát remélem érthető volt a trükk. Én azt mondom nektek, hogy ez egy nagyon jó trükk, gyakoroljatok, és kitartás, srácok, sok gyakorlás, és így el fogjátok érni az eredményeteket. Sziasztok!